Több mint 300 ukrán katona és civil van még mindig a kelet-ukrajnai régió elszakadásért harcoló szakadárok fogságában. 1200 embert eltűntként tartanak nyilván, közölte az ukrán sajtó a Nemzetbiztonsági Szolgálatra hivatkozva. A tuszok kiszabadításával foglalkozó kijevi szolgálat jelentése szerint májusban mindössze 5 embert engedtek szabadon a szakadárok, akik valószínűleg szándékosan lassítják a fogolycserét. A folyamatnak a februárban kötött minszki békés rendezési terv alapján már márciusban be kellett volna fejeződnie. A másfél éve tartó kelet-ukrajnai háború miatt súlyos infláció és gazdasági válság sújtja az országot. Szakemberek szerint az Európai Uniós pályázati lehetőségek sok esetben segíthetik a kisebb közösségek boldogulását. A cél, hogy megtaláljuk Kárpátalján azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek szorosabbra fűzik a régió kapcsolatát Európával, fogalmazott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa a KMK-szel való tárgyalása után. Kis Antal kiemelte, az Európai Unión belül Magyarország az a tagállam, aki a leghatékonyabban segítheti Kárpátalja és a nyugat-ukrajnai régió felzárkózását. Azonban sok pályázati lehetőségről nem is tudnak az itt élők, így nem tudják őket kihasználni. Gyakorlatilag mindenki pályázhat, hiszen az Európai Unió pályázatai mindenki számára nyitottak, amiket felsoroltam pályázati csomagokat, ezek nem infrastruktúrás felújításokra vonatkoznak, tehát nem útépítésre, nem hídra, nem folyómedel tisztításra, nem szennyvíz tisztítóra. Ezek alapvetően humán típusú pályázatok, tehát az európai elméhez kötődő, vagy a munkavállalás világához kötődő pályázatok, vagy a tanuláshoz kötődő, vagy a sporthoz kötődő pályázatok. Konkrét példát mondjak, nyilván itt a diákcseréken túl van most olyan pályázata, mint például a Beregszászi Főiskola is szerintem indulhat, ami a magának a felső oktatásnak a népszerűsítése. A férfi és a női nemek közti esélyegyenlőség biztosítása a felső oktatásban. A COSME pályázati csomagban a munkavállalók jogaihoz kötődő pályázatok vannak, leszakadó térségek szociális segítségét adja az EASY pályázat. Ezek még lehet, hogy szokatlanok ebben a térségben, hiszen azt gondoljuk, hogy ez nem jelent napi gondot, de mivel az Európai Unióhoz való közeledés azt is jelenti, hogy megpróbálunk az Európai Unió gondolkodásához közelíteni, mi abban fogunk segíteni, ezeket megtanulják és hasznosítsák itt Kárpátalján. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa és a KMKSZ vezetői arról állapodtak meg, hogy 3 fiatal kárpátaljai szakember egyhetes tanulmányúton vehet részt a Magyar Fejlesztési Központban, ahol megismerkedhetnek az Európai Uniós pályázati lehetőségekkel. Kijev Ukrajna legfontosabb külpolitikai céljának jelölte meg az Európai Uniós csatlakozást, fogalmazott Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője. Számos új lehetőség nyílt meg Ukrajna számára az utóbbi időben az európai pályázatokhoz történő csatlakozáshoz, és ezek a lehetőségek nyitva állnak természetesen a kárpátaljai magyarság előtt is, mint ukrán állampolgárok előtt, és Kis Antal kormánybiztos úrral ezekről a kérdésekről egyeztettünk, arról, hogy hamarosan 3 szakembert küldünk, aki a pályázatírásban szakember, egy kis továbbképzésre, ahol az ő munkatársai el fogják mondani, tájékoztatni fognak arról, hogy milyen lehetőségek nyílottak meg az utóbbi időszakban Ukrajna számára, milyen pályázati lehetőségek, és hogyan kell ezeket a pályázati forrásokhoz hozzáférni. Illetve van egy nagyobb terv is, ami egy olyan határmenti társulásnak a létrehozása a két megye között, hiszen Európa az Ukrajna és a határmenti országok támogatásában szeretne áttérni egy olyan formára, hogy a határmenti térségek társulásokat hoznak létre, amely társulásokat támogatják Európai Uniós forrásokból. Ezek igen ambiciózus tervek, és örülök annak, hogy ez a megbeszélés létrejött, és remélem azt, hogy minél előbb jelentős sikereket tudunk, és jelentős forrásokat tudunk bevonni Ukrajnába. És ezeket a forrásoknak egy jelentős részét föl tudjuk használni Kárpátai magyarság fejlődés érdekében.